Ez a zárónyilatkozata a Baranya megyei nyugdíjas parlament állásfoglalása. Ezen a tervezeten olvashatók azok a követelések, amiket az idősek kisebb-nagyobb módosítással támogatnak majd. Szerdán már harmadik alkalommal szervezték meg az eseményt szocialista politikusok irányításával. A javaslatainkat, amelyet a parlament elé le szeretnénk tenni, társadalmasítjuk, az érintettekkel megbeszéljük, hogy az ő életüket nagyban érintő milyen javaslatokat tegyünk le a parlamentnek az asztalára. Ilyen a minimál nyugdíjnak a megemelése, ami most 28.500 forint, ezt mi 103.000 forintra szeretnénk emelni, és szeretnénk azt, hogyha a gazdaságnak a teljesítő képességével együtt a nyugdíjak is nőnének. Valamint maximalizálnák a nyugdíjak mértékét. Ne legyen magasabb 630.000 forintnál ez az összeg, javasolják a szocialisták. A pénzbeli juttatáson kívül az egészségügyi szolgáltatásoknál is kiemelten figyelnének az idősekre. Ez egyik az alapellátás, a másik a sürgősségi ellátás. Mind a kettő úgy látszik mostoha gyerek. Ma Magyarországon közel 500 000 embernek nincs házi orvosa. A tartósan betöltetlen házi orvosi praxisoknak a száma az bőven 300 fölött van. Sajnálatos módon Baranya megyében is nagyon sok van ilyen, amit már több mint egy éve nem tudnak betölteni. Ezeken a területeken kell megoldásokat találni a szocialisták szerint. A nyugdíjas parlamenteket az ország minden megyében megtartják, majd a támogatások összesítésével viszik a javaslatokat a képviselők a parlamentbe. Hazánkban jelenleg 2.600.000 nyugdíjas él.